Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit, ez a Basszus Kulcs Extra. Előző extra adásunkban elkezdtünk egy nagyon izgalmas beszélgetést, amit most folytatni is fogunk. Kicsit vissza is térnék újságíró barátommal kezdve, hogy volt itt egy 12 éves fiú, aki interjút készített, és az előző adásban már ejtettünk róla szót, de egy kicsit beszéljünk már ennek az interjúnak a hátteréről, hogy 12 évesen te hogy kerültél az Edda közelébe, illetve Attila közelébe? Mint riport. Igen, én tulajdonképpen tudok lenni rajongó, és tudok lenni olyan rajongó, aki külsősként szemlélte ezt az egész elmúlt 30 évet, hogyha a saját történetemet nézem az Eddával. Én gyakorlatilag, én nagyon tényleg mély szegénységből jövök Salgótarjánból. Pont Pistivel, amíg itt nem éltek a kamerák, beszéltük, hogy milyen utcából jövök. Ott az, hogy nem volt bent angol vécé, azt hiszem ezt így hívják, de még víz sem volt bent, mi a kútról hordtuk a vizet, viszont már volt színes tévénk, meg videónk. Ez úgy lehetett, hogy édesanyám a mozinál dolgozott, és ott leszanálták, fillérekért el lehetett hozni, tehát ha összkomfort nem is volt, de volt tévé, ahol én, hát egy tévét tudtunk nézni, egyetlen egy csatornát, és azon volt Edda művek. És akkor ez a világ annyira megfogott, amikor ráadásul volt egy koncert is, elmentem, és gyakorlatilag olyan dózist kaptam élményből, hogy az volt maga a motiváció, ami azt mondta, hogy ki lehet törni, tehát vidékről tényleg be lehet futni, el lehet érni célokat, nagy dolgokat, tehát olyan ereje volt a daloknak, amit én akkor 5. és általános iskolás gyerekként felfogtam, és én azt mondtam, hogy én ezekkel az emberekkel, akik ezt megalkotják, én szeretnék beszélgetni. És egyébként érdekes, hogy bár ő a földim, Alapi István, de mégis Pataki Attilával készítettem életem első ilyen fontos interjúját, mert őt tudtam először megszólítani, aztán persze utána Pistit is. De az is nagy dolog volt, hogy én az utcáról bekopogtatva a Művelődési Ház háta mögött beengedtek, és bizalmat szavaztak a kisgyereknek, ugyan nagy szemekkel néztek rám, hogy ez az 5. gyerek mit keres itt, de mégiscsak tudtam olyanokat kérdezni, és megmaradtak azok a válaszok, amelyet az első részben már mondtam is, hogy lélekben nincs messze Salgótarján Miskolctól. Meg hogy igenis van esély és van kiút, ez nagyon fontos, hogy van kiút mindenféle élethelyzetből. Nekem akkor ez egy kapaszkodót jelentett, pedig én aztán sosem voltam depressziós, én soha nem voltam mondjuk olyan állapotban, ahogyan az Edda könyvekben olvastam rajongók elkeseredett leveleit, viszont nekem olyan erőt adtak a sorok, és annak a mai napig, és ez nagyon fontos, hogy nem a régmúlt, ezt a zenekart pont az különbözteti meg az összes létező magyarországi zenekartól, hogy aktív. És nem csak koncertben aktívak, hát dalokban is. Tehát itt 60 millió kölyköd voltam típusú dal született, nem hogy típusú, azt túlszárnyaló dal született. Hegyen túl a címe az újabb nagy himnusznak, amit itt mindenkit érint, hiszen ketten éneklik, apa fia. Ráadásul István írta a zenét, Attila a szöveget, tehát annál nagyobb motivációt el sem tudok képzelni. Szóval nekem a motivációt jelentette mindig az Edda. Amit Agárdról megírtál, az viszont hát nekem is egy örökér, az egy örökérvény, el van téve, az megvan, azok nagyon, nagyon lélekerősítő mondatok voltak, meg ma is azok, úgyhogy légy szíves arról, hogyha két mondatot mesélsz. Igen, a másik, mert ugye nagyon régi a kapcsolat, de úgy igazán a nagyon szoros, vagy a szorosabb mélyek beszélgetések azok az utóbbi pár évben alakultak mélyebbé, vagy formálódtak mélyebbé. Volt egy Agárdi koncert. Nekem az volt az első Agárdi élményem. 3-4 évvel ezelőtt elmentem, hívtalak még téged is, gratuláltam mindenkinek a végén, de nem csak hogy gratuláltam, hanem megírtam az élményeimet, amit ott láttam. Tehát az, hogy a bejátszó daltól kezdve, mindig van az intro előtt, tehát mielőtt elkezdődik a koncert, egy ilyen bejátszó dal. Már arra megindult az a többezős tömeg, és ha megindult, jól értse a kedves néző, hogy elkezdődött valami elképesztő dinamizmus, tehát van egy dal, hogy egy ez a tábor az Eddának, és ez a tábor tényleg egy. Tehát ott több ezer ember szíve egyszerre dobbant. Hát arról nem is beszélve, hogy mellettem egy kerekesszékes férfi ült, te végig a koncertet, és amikor jött a szellemvilág, akkor konkrétan a kerekesszékkel elkezdett ugrálni. Tehát én még ilyet nem láttam. De amikor az ember elmegy vízért, vagy sörért, ki mit szeret a koncerten, akkor is ott is üvöltötték, hogy amíg él, el nem felejti. Tehát, hogy itt annyira egyként lélegzett a tábor, hogy én ezt megírtam aztán egy közösségi oldalon az élményeimet, egy nagyon hosszú poszt, mondja, hosszú posztokat nem is nagyon szokták szeretni az emberek, de ez valami elképesztő
utat járt be, vagy elképesztő életet kezdett el élni a közösségi oldalon, itt tovább lett osztva, nyilván felkerült az Edda oldalra is, és onnantól valami elkezdődött, valami egészen szorosabb beszélgetés. Azt hiszem, hogy ami lejött nekem ebből, az volt a lényeg az egésznek, hogy most így megfogalmazottad, hogy tényleg úgy volt, hogy volt eleinte a szenvedély, egy ilyen őrületes lángolás, és később ez tudatossá vált, és tudta az ember, tudatosan tudta, hogy honnan jöttem, miért vagyok itt, és merre tartok. Ez tudatossá vált. És ez a hármasság, a szenvedély, a hit és a hitelesség, ez olyan erőt adott mindig, minden szituációban, minden nehéz pillanatban, minden rettenetes nehéz pillanatban, ami átvitt minket, és ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez is kellett a miskolciság, ami biztos vagyok. Hogyan érzed a szöveget? Bátran. Nekiállok. Hát nézd, én ezerrel élem az életem, Steve tudja, ő is ő 1100-al. István. Bocsánat, az előző nem tudtuk, hogy István. István barátom. Ja. Igen, tehát szerzőtársam ezerrel, ez a rockzene az egyik csodálata, hogy ezerrel éljük az életünket egészen tavalyig, ugye? De most már reméljük eljön a nyár, és újra visszatérhetünk a saját élőkbe, de ezzel éljük az életünket, mindig bevállalósan éltük az életünket. És ezért nagyon sok mindent kaptunk, nagyon sok mindent adtunk, nagyon sok mindent kaptunk, és hát van néhány rovátka sérülés rajtunk, de hát az nem számít, majd begyógyul. De ilyen kellemes élményekből is rengeteg van, tehát lehetne azért abból is több lemeznyi dalszöveget, és hát notát írni, csak arról, amik mondjuk Miskolchoz kötődő élmények, amiket így elő lehetne hozni, amik hát nyilván nem ezeknek a nagy része, hát bár meglehetősen érdekes, de nem biztos, nem hogy teljesen publikus, vagy a 18-as karikát ki kellene tenni hozzá a műsorra. Hála Istennek. De egyébként tényleg rengeteg ilyen emlék van, hogy valahogy mindig azokról, persze mindig a nagyobb gondolatokról születnek dalok, de azért mondom, több lemeznyi olyan sztori is lehetne, ami azért nagyon-nagyon érdekes lenne. Mondtam, hogy mondjam szebben, 3500-as fordulaton mentünk és ezerrel bevállaltuk az életünket, de pont amit István most megpendített, itt van nálam egy érdekesség, és hát lehet, hogy ezt a beszélgetést végén kéne, de majd akkor is dumáltunk róla, de most úgy előkaptam. Itt van például a folytonosságra egy hiteles dokumentuma. Ez itt tisztelettel, ez a 35. De lesz 45. is. A 35. albumunk szövegei, a Covid alatt 22 új dalt írtam, ebből kiválogattak különösen azt a 10-12-14-et, ami az albumra kerül. István rendkívül aktív volt, mert eddig 8 nótát már megírt, tehát elképesztően aktív volt már szövegre, ilyen. Szövegre készül a zene? Most igen, ez egy kétféle munkastílus lehetség, és az egyik az, hogy először van a zene, melyik és arra ír az Attila szöveget. És van az, amikor ő ír szövegeket, a gondolatait leírja, és akkor azt megkapjuk a Zsoltival, aki ugye a Gömöri Zsoltival, aki még nyilván ketten írjuk a dalokat többségében. És akkor elkezdjük olvasgatni ezeket a szövegeket, és akkor rácsap mindenki arra, ami neki bejön. Tehát akkor így is szület, meg úgy is igen, születnek. Így is, úgy is. Egyébként ezen az anyagon is van olyan, tehát van olyan dal, ami úgy lett, hogy én először írtam valami zenét, aztán elküldtem az Attilának. És átküldött egy dalt, egy ilyen szép este, hogy átküldött, és mondta neki, hogy Isti, de írtam 22-t, tehát mondom, most ne haragudjam, meg hát szeretlek minden, de onnan meg ki is válogattál magad, elvittél, vagy 8-10-et, hát mondom, ez jó, de hát mondom, én egy picit úgy, ilyet nem mondod, de tudod, hogy nem kiírtam magam, csak amit akartam, megírtam. Azt mondja, jó, hát azt mondja, hogy hallgass, hát két nap telt el, kicsit szégyenkezve hívtam, mondom, Isti, ne haragudj, mi van, megírtam a nótát. Tehát elkezdtem hallgatni. Este, amikor letettem a telefonon, mert mégiscsak kinyitottam a szívem, elkezdtem hallgatni, hogy ez nagyon jó. Elkezdtem elmerülni benne, és azt vettem észre, hogy hajnal 2 van, és a váz megvolt. Mert az a lényeg ebben mindig a leglényegesebb része, hogy elengedni a lelked, a dalhoz formálódni, és ott egyszer csak a rengeteg megélt, ezért kell hozzá az, hogy kinyújtott kézzel, tehát kitárt karokkal kell élni, tehát bátran. És akkor a rengeteg élményből egy-egyszer pipi megjelenik és odaragad a dalhoz.
Tehát itt nálam minden dal megértél, milyen alapján írodott. Sok egyszer csak oda ragadsz a dalhoz, és utána nem tudtam lefeküdni, nem tudtam már. Kettőre már tudnék a történetet nehéz kitalálni, vagy nem. Hát nem tudom, van akinek nehéz, nekem nem. És akkor ezt megadta a Jóisten. Köszönöm. És egyszer le, és kettőre meg volt a dal, és utána már nem hagytam abban, és akkor valamit aludtam, dolgoztam az, és este már írtam, hogy Isten megvan, és nagyon rendben van. Ez olyan... Nem tudom neked mondani. Ez melyik dal? Tehát ha most agyonvernek, se tudom megmondani, hogy nálam van címe, de ez most meg fogom keresni egy pillanattal, bocsáss meg. Mert ez még tavaly volt. Igen, Istennek van egy... Keres nyugodtan, Attila, amíg megkeressük azt a bizonyos dalt, addig kicsit megőrülünk, ugyanis a Gyere Őrült el is megajándékozott minket a csapat. Úgyhogy megnézzük két gitárral. Megnézzük most két gitárral ezt a dalt. És Gergővel. Az élet az már csodás dolog, és én hozzá idom alak, ezért vagyok őrült. Kicsit örölt. Kapitán, megpróbálok összebújni, s nem ártani senkinek, hogy bolond vagyok, ez természetes, kicsit örült. Nem mondja meg nekem előre. Legyen őrült. Társa vágyom, én is élsd meg, ugyanúgy, mint testnek érdez. Őrült legyen, vagy nem kell senki sem. Legyen őrült. Hogy nem kell senki sem, legyen őrült. Csak én vagyok, aki megért téged, persze csak akkor, ha rám hagyod. Vers legyen, de őrültet akarok. Gyere őrült, gyere őrült, nincs sorolvasás. Gyere őrült, gyere őrült, szükségem van rá. Na,
No, meg is őrültünk, vissza is tértünk, és meg is lett ez az a bizonyos dal. Melyik dal volt akkor az? Hallgassunk igen, csak igen. Bele. Igen, igen. Az első, amiről beszélgettünk, az ami miskolci kötődésű, az a kitörés. Ezt is Istvánnal írtuk. Az aztán a zenét ő hozta hozzá, és szerezte, és nagyon szeretem. Nagyon, hát igazi alapi patakina óta lett ezért, és így szól, hogy kitörés. Arcomban boxer, combomban kés, gondoltad volna, hogy az is én voltam? Hosszú hajam volt, ezüst ékszereim, az öregeim nézték, mi történik velem. Vad voltam és végtelen vasgyágyérek, a vérem hajtott utánát, hogy elérhesselek. Kitörni, kitörni, ez volt a jelszokunk, kitörni, kitörni, mi voltak azok a 80-asok. Megtettük mindent, amit csak lehetett, kaptunk kísérte hideget, meleget. Sok volt a besúgó, a jelentgető sunyi, vették és adták rólunk a híreket. Vad voltam és végtelen vasgyári gyerek, a vérem hajtott utána, hogy elérhesselek. Kitörni, kitörni, ez volt a jelszavunk, kitörni, kitörni. Mi voltak azok a 80-asok? Így van, Isti? Azt mondjam, na hát, ugye. És itt a másik dal, amiről ez már megint, mint a Jackie-vel, össze. A kábeleket elveszem közben. Be vagy drótozva? Be van drótozva. Mindenki be van drótozva. Ilyen világ és ez pedig az a bizonyos érdekes dal, ami úgy volt, hogy már ne, és akkor után nagyon, igen. Nagyon, és ez a lehet, hogy ez pedig egy extra dal, ezt azért nem szeretném felolvasni, ezt majd a CD-n kell meg, vagy a lemezen kell meghallgatni a CD-n, mert ez a dal olyan, hogy ez csak a dallal együtt mutat igazán jól. Vannak ilyen, tudod, hogy ez tényleg ez olyan, hogy elméletileg egyébként akkor jó, tehát a zene, meg a szöveg ugye alkotja közösen azt az egész a dalt magát. És valójában tényleg akkor jó egy dal, hogyha nyilván a szöveg önmagában is megél. Nyilván a zene is megél úgy, hogy van a zene maga és hallgatod, ez egy jó zene. De a kettő együtt alkot valami fajta egységet, és egy csomószor tényleg én például nem szeretem külön olvasgatni, mert azt gondolom, hogy dramaturgiailag nyilvánvalóan az adott szöveghez, mindegy, hogy mi van előbb a zene vagy szöveg, vegyük azt, hogy a szöveg. Tehát az adott dramaturgiához, mint a filmben a filmzene, erősíti meg a jeleneteknek a jelentőségét, vagy azoknak a soroknak a jelentőségét, erősíti meg a zene, és én nem szeretem külön választani ezt a kettőt az olyan zene esetében, ami énekelt zene. Mert az megint más, amikor valami hangszeres zene készül, megint más a vers, mint műfaj. Amikor valaki kiáll és azt mondja, hogy ej, mi a kőtyókanyók, az egy másik kérdés. Igen, érdekes volt például a feleségemben, Orsival, hát ő ott van a dalok születésére, mindestetőbb, és hát azért a 12 év alatt egyre jobban a közelébe került és elmélyült benne, és akkor épp érdekes volt, hogy ennek kapcsán kérdezte, hogy megmutattam a zenét, nem neki, azt mondja, fú, azt mondja, ez nagyon érdekes, mondom, ez elvarázsolt érdekes a dal, és akkor elkezdtem, és azt mondja, na most ehhez te fogsz szöveget írni? Nem mondom, beszéltem itt a szomszéddal, megkértem rá, nem, már neki is állt. Hát mondom, ki már be? De hogy? Ezt most mutasd meg nekem, hogy hogy? És akkor időnként még este, amíg fennbírt maradni, addig, mondták, leordítottam, rágerjedtem. Na így, és akkor elkezdtem. És utána mutatni neki, hogy egyik lábam a másik után. Nézem őket, nézem, hová visznek mostanában. Már meg se kérdezem, lehet, hogy jobban járok így. Lehet, hogy eljutok, egy pontig. Lehet, hogy elfutok, ohó, és egy bitang jó refrén hozzá. Mikor jelenik meg ez az album? Ez ősszel, októberben, szerintem októberben meg lesz. De és hát a Teremtő Isten, hogy akkor december 28-ára a Broadway lekötötte számunkra az arénát, és ott lenne egy 70 éves buli, de nem csak a 70 évről szól, nem az a lényege, hanem ott lenne egy olyan buli, egy ilyen vissza, comeback, itt vagyunk. Itt de reméljük vagyunk. Azért még nyáron is lesz, már lehet. Jó, ide nagyon, a jó Istenke szóljon belőle. Hát már nekem is hiányzik. Ott esetleg, hogyha ha úgy alakul és megadja a Jóisten, lesznek már új dalok, hogyha mondjuk nyáron felléptek? Ráéreztél a dologra. Itt van mindig az, hogy amikor tényleg én már nagyon erős demo szinten feléneklem, még a turné előtt ez biztos, hogy meg lesz, feléneklem a dalokat, hallgatjuk, és akkor azért nálunk ebben van azért valamiféle másból is demokrácia, hogy én nagyon érdekel mindenki véleménye, mert hátha sokkal jobbat mond, mint én. De általában azért nekem megvan az a lehetőségem arra, hogy mivel én írom a szöveget és ez a zene ott van, hogy úgy megérezzük, körülbelül megérezzük, hogy melyik az a egy vagy két dal, ami nagyon.
és akkor azt bedobjuk a nyárba. Így szoktuk, igaz, Isté? Bedobjuk a nyárba, és akkor a nyárok, mert hát kinek írjuk? Kinek volt magunkra, már olyan, neki, egyébként volt már olyan, hogy még egyáltalán nem volt új album, és egy dal már létezett. És nem is egyszer volt nem ilyen, egyszer, és igazából egy évig, vagy másfél évig megy egy dal, és nem megy az örökség is talán. Persze, ezt így találtak ki, nagyon hosszú évek óta, ez sem értelem. Meg hát most volt, hát a hírvívőt is játszottuk már. Még a tavaly is. Tavaly előtt is. Mindig a tavaly, azt tavaly előtt. Írtunk egy dalt, ez úgy volt, ez is lényeges, hogy volt egyszer a feleségem, aki mérleg és számol. Megszámoltam, nézzük, hány dalunk lehet nekünk. Megszámolom én, lehet számolni, imád számolni. Jó, én nem. Megszámolt, azt mondja, 229 dal a topa. Mennyi? 229. Az nem lehet, 230-nak kell lenni. Kész. És Steve, kész, összebeszélték, minden, kész, összehoztuk, és megszületett a dal. Az a dal, ami ennek most az egyik legjobb dala, és elméletileg én ezt szánom, ha elfogadják ők is, a címadónalnak a hírvívő az a címe. Tehát ez is úgy készült egyébként, hogy zene volt elő. Igen. Tehát ez is olyan volt, hogy hát mondom, írtam, ráadásul egy olyan időszakban, amikor megjelent a legutóbbi dupla CD-s albumunk, ami 21 dallal, vagy 22 új dallal. És akkor így úgy ültünk, hogy hát ezután egy hamar biztos, hogy nagyon nem fogunk egy újabb lemezt csinálni holnap után. Na most ehhez képest lett az, hogy én is ültem úgy otthon, de tényleg vicces volt, hogy eltelt a megjelenéstől, mit tudom én, 3 hét se, vagy ilyesmi. És akkor valahogy ültem otthon, és eszembe jutott ez a nóta, és fölveszegettem, és elküldtem az Attilának, hogy van egy nóta. Na de most csináltunk egy 22. És ti ne csesz már, 22 alatt most csinált. És ugyanez történt, mint az előző dallal, hogy letesz, hát tényleg tisztességgel meghallgatom, becsülettel minden, és már egyszer csak cup. Tehát én erre mondom azt, hogy azért a sorsszerűség azért működik, a vonzás törvénye működik. Az, hogy mi öten együtt vagyunk, az nem úgy fújta csak a szél. Hát Magyarország számomra 4 legjobb rockzenészével zenélhetek együtt, és ez tényleg így van. És olyan boldogságokat él meg az ember, ami elmondhatatlan, mert a zenekar szóban nekünk a zene a fontos, nem a kar. Tehát a zenélni, és amikor úgy néha-néha a nagy mindenben, amit ez a színpad jelent és az eddárság, egyszer csak úgy belebodolok, ott állok, mozgok, minden, és az picit úgy megállok, vagy milyen pillanatban, és úgy hallom, hogy ennek a műfajnak a legnagyobbjai ott vannak. Hát ráadásul... És én ott középen ott énekelek. És ez így van már, és 47 éve. Nem csak 5-en vagytok, már 6. 6-an tényleg, doktor. És ez az egész olyan, mint egy ördögi kör. Fú! Mert hogy ezt is elhoztátok nekünk. Folytatjuk ezt a beszélgetést, erre a vonalra ráülünk, de megnézzük először az ördögi kört, illetve hallgatjuk. Tegyük meg! Is. Sötét közt keresd, mint
Nincs kérdés, a válasz mindig ő. Amikor újra láttak, amikor megkívánlak, nincs kérdés, a válasz mindig ő. Amikor újra látlak, amikor megkívánlak, nincs kérdés, a válasz mindig ő. Amikor újra látlak, amikor megkívánlak, nincs kérdés, a válasz mindig ő. Amikor újra látlak, amikor megkívánlak, nincs kérdés, a válasz mindig ő. Amikor újra látlak, amikor megkívánlak, nincs kérdés, a válasz mindig ő. Nos, visszatértünk az ördögi körből. Kicsit el is érzékenyülünk így a beszélgetés végére, úgyhogy én itt meg is kérdezném, hogyha ne adj Isten, de mondjuk egy óra múlva vége lenne a világnak, akkor mi lenne az utolsó dal, amit szeretnél eljátszani? Hát ha ez úgy lenne, akkor... Szerintem most kezdődik. Ezért vagyunk mi még mindig elképesztően aktívak, elképesztően lendületbe akarunk zenélni, és az utolsó leheletünkig zenélni fogunk, mert ez az életünk, semmi más. És az, hogy elképesztően jókat tudunk röhögni. Mi és a legnagyobb a saját magunkon. Tehát mi annyit nevetünk és röhögünk, amit az emberek el sem tudnak képzelni. Egy titkot is elmondok, hogy egyébként általában a dalszövegek nagy részéhez készül B-verzió. Ugye azt sokan tudják, hogy annak idején a Toldinak készült egy ilyen pornó verziója, ezt nem titok. Majdnem megkérdeztem, hogy megkértelek, hogy egy ilyen alternatív dalszöveget akkor ismertesetek, de nem fog. Egyszer majd Miskolcra elhozzuk azt is. És van is olyan, ami a stúdióban el is készült úgy, hogy az Attila elénekelte a B-verziót. Hát, ha azt tettük volna a lemezre, szerintem ötször annyi fogok. Azóta beszéltek az zenekarral, hányszoros srácokkal, hogy mi lenne, hogyha ezekből egy ilyen, megvan mondjuk a 12-13 dal, vagy ami egy ilyen CD-re fél 14 rajta van, és egy ilyen 3-4 ilyennel meglepnénk őket. Az eléggé rombanna a bomba, szóval tényleg ilyen nem degenerált, de ilyen egészségesen öröki fiú, mindig őrült. Hát meg ilyen önirónia van. Önirónia, szembe pofára röhögni a világot. Hát mondd meg ezt a ma félelemre, szorongásra építő rettenetet, ami relatív körbevesz minket ebből a Covid-dal együtt. Mondnánk ebben, mit lehet kezdeni? Hát ha leülsz otthon is, elkezdesz spekulálni rajta, és még mélyebben is megbeszéled valakivel, aki harmadikkal, negyedikkel, hat orvosra, nyolc orvosra, és ha fogod magad egy kicsikét, megvan, vagy kötél, vagy pedig egy kicsikét meglazítod a csuklódat. Kész. Hát kész. Mit lehet ezen pofán röhögni, ezt az egész aljasságot, amit tesznek velünk? Pofán röhögni. És kész. És ha kisüt a nap, akkor kimenni és örülni neki, hogy süt a nap. És minden apróságnak, amit ad a nap. Az kimész, behúzod a szemed, átsüt rajtad a nap, és örülsz neki. Mert én van, akinek azt se adatik meg, hogy kimenjen. Hála. Egyik nagy fontos volt. Illetve a zene, ami nagyon kell az ilyen szituációkban is bennetek. Hát nekem folyamatosan az beültem a kocsiba. Nem tudom. Általában én kocsiba ritkán szoktam hangos zenét hallgatni, vagy hírrádiókat hallgatok, vagy beszélgetek telefonon valakivel, vagy halkan. Beültem a kocsiba, pont benn volt a 34-es album, dupla, berakom az egyik CD-t benne, ott bekapcsolom, és szép lassan reggel kezdtem föltekerni a hangerőt. Tekertem, és egyre vidámabb voltam, elfelejtettem, hogy a hangos zene is hiányzik nekem, mert azt is kivették, mert nincsen. Otthon nem tekerem föl nagyon hangosan, mert a szomszédok dörömbölnek.
De a kocsiba üvöltette. Én föltekerem néha. De te bátor. És üvöltenek. Hogy mondta a Krisztián, hogy a zene a legmagasabb rezgés? A legmagasabb rezgés van. Lehetőség átadni érzelmeket. Jó, hát a rock and roll az ilyen, az öröm. Muszáj hangosan. Az öröm, motiváció, buli. Hamarabb megérkeztem a helyszínre, ahol kellett volna. És még negyed órát köröztem a ház körül, hogy vége toltam a lábamnal, fel volt tekerve és ordítottam a kocsiba. És annyira jó volt, olyan volt, mintha koncertre ment. Hogyha szólhatok egy picit. Én, mint a külsős és mégiscsak rajongó ember, aki a zenekar sorsát, alakulását végigkövette, nem látok olyan fajta tudatosságot Magyarországon egyetlen egy zenekarnál sem, mint az Edda műveknél. És az mondjuk érthető, vagy tetten érhető az örökségben is. Tehát, hogy az örökség átadás az azért elindult. Már 10 évvel korábban, nagyon tudatosan. Az, hogy apa-fia együtt énekel a koncerteken, ilyen nincs Magyarországon még egy. Tehát annyira tudatosan történik minden, azt látom körülöttetek, és egyébként most 10 év alatt szerintem a közönség is hozzászokott, és abszolút tényként kezeli, hogy itt azért staféta átadás zajlik. De Gergő tudja azt, hogy amikor ő döntött el, neki kellett, meghallottam, hogy a kölyköd voltam, megvan ott a hangszín, mert az kellett hozzá, akkor azt mondtam, hogy én mindenben segítek neked, de a kilométert neked kell megtenned. Abban nem tudok neked segíteni. Mész ide, oda, telé, neked kell előre menni, a bőrödet viszed a vásárra, oda teszed, egy klubba bemész, ott vannak 2 méter, az olyan badagi fia, hogy neked kell megvédeni, kiállni, neked kell a meccset megvinni, de ott leszek, nem messze tőled, és megmondom, gyere velem, és akkor jött be velem, elkezdtünk énekelni, és mondtam, hogy én nem tudom neked úgy átadni, erről mit meséljek, hogy van benne minden, és utána... Hál' Istennek azért gyerekkorom óta ott vagyok a színpad mellett. Ez nagyon lényeges. Hát tényleg oda születtem bele, jártam a koncertekre, a turnékra, mindenhova, azokra az általam megnevezett nagy turnékra, amikor mondjuk kimentünk Felvidékre, és 14 nap alatt volt 12 koncert. Tehát nem csak az, hogy elmegyünk Salgótarjánba a következő Füredre, hanem tényleg, amikor beülünk, és 2 hét múlva érkezünk haza. És azért azok fantasztikus érzések. Ott összerázódik a brigád, ugye? Ott jönnek azok a történetek, amiről nem beszélünk. Amiről most nem beszélünk. Pedig milyen izgi lenne, most abból lehetne egy 10 részes vastag könyvet lehetne írni belőle. A másik azt mondjátok el azért, hogy itt idén egy csomó jubileum van, ugye, a zenekar életében. Igen, az évszámok alatt szakértője alapistán. Hát itt elsősorban nyilván az Attila 70. születésnapja, ez, ami meghatározza ezt az egészet. Hát az egyéb jubileumok... Gömöri Zsolt. Én 45 voltam. 45. Hogy mennyi ideje van a zenekarban? Hát igen. De kinek lesz a születésnapi gál Gömének, az biztos? Mindenkinek van ebben az évben, tehát általában mindenki. Nem én! Nem, hát a nagyon kerek születésnapok nincsenek most, mert mi a Zsoltival... De valaki kicsinek is még. 30 ki van? Nem úgy, hanem az... Ja, hogy azt a... Nem úgy a saját születésnapján a zenekarban. Egymásnak fognak esni, ez biztos. Hát gyere, őrült, megőrült a csapat. Abszolút megőrült a csapat. Jó, de tényleg, hogy itt milyen hosszú ideje vannak ebben a zenekarban? 87-ben csatlakozott a igen, hát a legfrissebb tag is, azt lehet mondani, 96 óta. Zoli a dobos. Zoli a dobos, 96 óta a zenekar tagja. Hát azért mi az, ami... 2016. Az, hogy ugyanolyan őrültek vagytok mindahányan, azon túl mi az, ami összetart ennyi időn keresztül egyben tud tartani? Mert azért ez egy baromi a hosszú... A közös titkok, annyi minden baromi... tudunk egymásra. Senki nem mert megmondom, ma többi titállal vége. Véd és dadszövetség. Igen. Egészen biztosan, hogy ahogy mondtam, én karmikusan tudom, nem csak sejtem, tudom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy zenéljünk. Én életem során néha, még az elején próbálkoztam ezzel, abban tanítani akartam, földesztes nevelő szakos tanár akartam lenni, ez meg az minden. Mint ahogy a mesterem Krisztián, ő pedig próbálta ezt a fajta, amit az ő dolga a tanítás, azt megúszni és kocsmára is próbált lenni, mert az marha jó volt, hogy olyan jó zaj volt, adta a piát, de biztos jó, nagyon jó kedv volt, úgy terelte az univerzum vissza helyére, mi a helyünkön vagyunk. Nekünk az a dolgunk, hogy boldogságot vigyünk, szeretetet adjunk, szeretetet kapunk. Ettől jobb meló jelenleg nem tudok. És pláne, hogy ez megadott a Jóistennek ő mindenfajta tehetséget és képességet. Hát ezért nehéz a mostani helyzet, mert hogy ugye mindig beszélnek arról, hogy az ilyen szakmák, olyan szakmák milyen nehéz helyzetben vannak,
És valahogy a zenészek kapcsán én eléggé aktívan részt veszek ebbe a közösségi média miért nem mentek el dolgozni? Dolgokban. Igen, és akkor jönnek ezek a reakciók, hogy miért nem csináltok tisztességes munkát, meg miért nem, mert most meg lehet mutatni nekem. Na most akkor én elmondom nagy szeretettel mindenkinek, hogy én a hullamoson kívül szinte minden voltam az életemben. Pontosan tudom, hogy milyen dolgozni egy boltban eladóként, azt is tudom, hogy milyen könnyű ipari meósként dolgozni, nehéz ipari meós is voltam. Voltam elegánsan mondva átvitel technikus magyarul dróger, tehát vittem a szekrényt a izéből, a nem tudom, tehát a gurkival. Nem voltál pályamunkás. Pályamunkás az nem voltam, tehát a fene egye meg az nem voltam. Viszont voltam állami gondozottaknál, nevelő, tehát én nekem az első nap, munkanapomon volt olyan, hogy az ablakban az öngyilkossággal kísérlekező kislány kellett visszaimádkozni az ablakból. Tehát elég sok minden, tehát nekem nem mondja azt senki, hogy én miért nem tudom, hogy mi dolgozni, de hogy nem. Pontosan tudom, de nekünk ez egy hiba. De nagy arcú tudod, ezekkel én általában én nem beszélgetek az én dolgaimról másokkal, csak itt. De egy ilyen arculatot tudod, hogy dolgozni, igen, gyere el velünk egy turnéra, öcsi. Öcsi, egyszer... nem, gyere fel velem, én megfogom a kezét, végig, gyere fel, énekeld a dolgot. Ne lusták, hogy nyomja, gyerünk, tudom, tovább, hogy... úsz végig, jó, hopp, lemegyünk, hopp, éjszaka nem alszol, fél éjdélet, minden, másnap este már megint játszunk, gyere, na, nem, hogy nem vagy friss, gyerünk már, mosolyognak, de nekem fáj a ballában, kit érdekes, öcsi, nem azért fizették ebben be, gyerünk. Ebben a zenekarban. A közvetlen, csak az néztem, a közvetlen környezetemben tudom, hogy most volt ezen a bulin például a most a arénabeli bulinkon tavaly, hogy olyan haverom, aki tényleg ezer éve sportoló, minden stb. Azt mondja, nevetni fogsz, azt mondja, elkezdtem direkt ugrálni, azt mondja, végig, amit te úgy nézd, csináltad a közönség között, csináltad minden, és akkor állva, és énekelte végig a dalt. És azt mondja, egy óra után le volt a lábam merevedve, és rázogatta mindent, te megnéztem, hogy te a 69 éveddel, te jössz ki és tolod tovább. Akkor mondd a titkot, hogy ezt hogy? A szenvedély. Szenvedély, igen. Amivel elkezdtem. Annélkül nagy tisztelettel, ha ugyan fogadatlan provokátornak akarok lenni, de a szakmában mindenkinek azt ajánlom, ki kezdi most, hogy el se kezdje. Mert a színpad úgy dobja le a hátáról, mint a sicc. Másik, az a szenvedély, ami persze majdnem úgy tűnik, hogy korlátlan, de nem az. Nagyon gyakran kordába kell tartani. Amikor pedig elengeded, akkor légy tudatos, akkor azt mondta, hogy most nem, most fékevesztett leszek, mert úgy nem lehet tovább csinálni, mert annyiféle minden van benned, amit szétszakadsz. És akkor meg kell őrülni egy kicsit, és akkor mi van? Van egy óriási különbség a jelenkor könnyűzenei szakmája, meg a mi időnkbeli könnyűzene között. Amit most véletlenül se azért szeretnék mondani, mert hogy az ember nosztalgiázik, hogy mint nagyapám azt mondta, hogy ez volt a szép bezzeg a mi időnkben. De van egy óriási különbség, egy nagyon-nagyon egyszerű, de elég látványos különbség. Ma úgy lesz valaki országosan ismert, hogy bekerül valamelyik tévécsatorna, a kereskedelmi csatorna úgynevezett tehetségkutató műsorába, ahol halálba turbózzák, lehet, hogy éppen mit tudom én, oda megy 30 évesen, és akkor kitalálja, hogy most ő, mit tudom én, énekes lesz, és akkor egy kicsit működik a dolog, akkor énektanárok veszik körül, dizájnerek veszik körül, öltöztetik, tanítják mozogni, táncolni, és aztán lemegy az adás, ahol, hogyha már egy kicsit is jó, akkor olyan véleményeket kap, hogy ő annyira jó, hogy már az űrbe kéne fellőni. De itt úgyis és az idő dönt. Na csak, hogy nem az idő, hanem annyit ömlik a médiából, tehát ismert és népszerű lesz, és annak idején ez úgy történt, hogy elindult egy zenekar, például az Edda Művek, játszott először ennyi ember, haveroknak a próbahelyen, aztán ennyi embernek, ennyinek. És hogyha nem tudta megfogni azt az ennyit, és egyre több ember, akkor ott maradt, mint nagyon sok zenekar, aki megalakult, ott is maradt. Tehát az, amikor valaki eljutott egy olyan szituációba, hogy évtizedeken keresztül egyenlő intenzitással tud működni, az nem az őt körülvevő infrastruktúra teremtette meg, hanem maga a zenekar. És a közönséggel került egy hullámosra, és testben és lélekben. És nem volt külső segítség, inkább még ártás volt. Mert hogy ne lemezed lehessen, akkor be kellett menni Erdős Péterhez. Ha lány voltál régen rossz, mert hogyha Erdős Péter nem húzhatta le a slicét, amikor bent volt, akkor nem lett lemezed. Bármilyen fura. Tehát ezért mondom, hogy ez egy tök más világ volt. Mondhatok ide egy ehhez kapcsoló dolgot? Ugye én is most szembesültem az új dalok címével. Innen olvasom, vagy puskázom a kétségből az egységbe.
Az Edda történetnek, főleg a Miskolci éveknek, arról két könyv is született az Miskolci évekről, aztán a Vasrok címmel a folytatás. Itt azért voltak nagyon nehéz időszakok is, de a kétségekből egység lett. És pont ez a lényeg, hogy itt évtizedek vannak most már az ötös egység, sőt most már a hatos egység között. És hogy ezek fontos dolgok, meg jó dolgok. Kiállt az idő próbáját. Igen, ezt mondom, hogy az idő az úgyis eldönti, hogy és mi tudod, az, ami érti. A műveknév az azért kapcsolódott, már akkor az ösztönös volt, azért kapcsolódott hozzá, mert én Vasgyárban gyerekkoromban minden hites láttam, amikor apám készült melóba, ment minden, és mi jó havas reggeleken, és behúzott csapkával, táskával mentek a leénkasztált művekbe, és menni kellett, és három műszak volt. És engem, mondok neked egy extra történetet például. Engem mindig, ma is megmosolyognak, tehát például még vendég is van nálunk, ha nem figyelek oda, nem viccelek, és mit tudom, egy kávét megiszok, vagy valamikor, az természetes, hogy nem hagyjuk ott, hogy a csajok majd, akkor oda visszük az üzébe, ott a csapalás, majd összegyűlik, és akkor majd a gépbe kimossák. De én, ha nem figyelek oda, elkezdtek el mosogatni. És akkor vagy anyósom szól rá, vagy orsi, hogy Attila, nem kell, tedd le, sőt, volt az előző házamnál, ahol előzőleg laktunk, ahol ott volt egy idős felvezető hölgy, egyszer jött be, és én mosogattam ott valamit a 3-4 darabot, és akkor azt mondja, hogy megállt mögöttem, Attila, tegye már le, ne vegye el a kenyerem, jó, bocsánat, jó, oké. De nem ezt akartam elmesélni, hanem azt, hogy ez megmaradt. És ma is, ha nem figyelek oda, megyek, és a kávét elmosogat, és leteszem, és mondják, hogy több víz folyik el, tudom, de nem tudom, és tudod miért, mert gyerekkoromban rengeteget tettem, akkor egy vajling volt, és abban mosogattam. Azért, mert édesanyám 3 műszakban melózott a csokoládégyárba, és 8 órákat a csoki figurában, tehát így ki voltak dagadva, az erek vizes suháza volt a csuklója, és ahol tudott az ember segített, és én már 9 éves koromtól abból tudtam a legtöbbet segíteni, hogy elmosogattam. Öcsém is megmaradt a vajling, a mosogatás, minden, és mindig röhögtek rajtam, hogy na mosogatógép, nézd már, ma mosogatja a cuccot. Én meg magamban jót mosorogtam, ha tudnátok. Ezt most meséltem először. Igen, szóval én anyának mosogatok mindig. Ja, na vidáman. És talán pont ezektől az érzelmektől tud működni. Így. Ettől íródnak a dalok. A lírák ezekből indulnak. A lírákban. Még van egy dal, amit nem tudtam megírni, de itt van bennem, és egyszer emlékezz rá, hogy egyszer dal lesz belőle. Amikor szintén, hát eléggé anyaközpont életet éltem, és élek ma is lélekben, anya olyan 87-88-89 éves korban, ennek az utolsó 2 évben, hát elkezdett agyirelmesedés, és elkezdett gyengülni, tudod. És akkor valamit ilyen családi bulin mesélgettünk, és olyat meséltünk, ami ilyen negatív volt, hogy az édesapám az egy kemény csávó volt otthon. Meg hát ott a Vasgyárban az úgy volt ott kész, és tehát voltak keményszítók, meg minden, most nem akarok részletezni. És akkor a anyuka egyszer mondta, hogy mit beszélsz, öcsikém, hát de hogy is úgy volt, hát az jó volt, minden jó volt, hát minden, anyuka, ez hülyeskedjünk, azért nem annyira nagyon jó volt. Hát amikor Frigyik néni, mentem hazafele 9 évesen, azt leköpött, mert édesapám Horthy katonatiszt volt, de nem disszidált és nem lépett le. Ő itthon maradt, azt mondta, hogy bármi lesz, én magyar vagyok, itthon vagyok. Nagyon megfizetett érte. Nagyon. És Frigyik néni egy ávósnak az anyja leköpött, annak a macsoknak a fia. Gyerekként, hogy összerettentem, ekkora volt. Az hazáig nem mertem sírni, nem tudtam, hogy mi az. És édesanyámnak egy ilyet mesélt, és öcsike, nem úgy volt az teljesen, hát biztos véletlen volt. És akkor egyszer csak észrevettük nővéremre, hogy anya felejt. És akkor egyszer elkezdtünk nagyon sajnálni, és akkor, ahogy az élete felé 91 évesen ment át, édesanyja, ott a vége felé már mindennel így volt, és egyszer csak rájöttem, hogy nővéremre, hogy a két nagy kritikus, meg nagy okoska, meg minden, dehogy is, hát ez is egy isteni kegyelem. Feledés kegyelme. És ez, ha megegy az Isten, én örülök neki, ha nekem is a vége fel, azt, hogy csak a szép, mindig azt mondta, kisfiam, csak a szépre emlékezz. Azt mondja, hogy jó, úgyis csak lehúz. Csak a szépre emlékezz, kisfiam. És igaza van. És akkor minek emlékeznek a rosszra, amikor annyi gyönyörű tört velem, hogy egy halom benne van mindenkinek. Ma, holnap után. Sajnos lejárt a műsoridőnk. Szó se lehet róla. Szerintem most kezdünk belejönni, várjatok szerintem már. Ezt még a közeljövőben fogjuk folytatni, ezt a beszélgetést. Legalábbis remélem, hogy újra ellátogattok majd hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
remélem élvezték a Basszus Kulcs Extrát, de még egy utolsó kis meglepetésünk zárásként. Bocsáss, még én hoztam neked AI-ba, mert azért a fiatalember, aki hozott minket, mondnál észre a nevét. Olivier, igen, bocsánat. Olivier. Tehát Olivier-nek Juci, ugye? Igen. Juci lehet így? Igen. Olivier-nek, Jucinak, a csapatnak, a tévének nagyon-nagyon szeretnék megköszönni ezt a lehetőséget. Jó itthon, mindig jó, bárhogyan van a világ, engem nem érdekel, sőt, sehol nem olyan jó, mint itthon. Ha jól gondolom, akkor így van. Aztán a Teremtő Isten segítsen mindannyiunkat, hogy legyen nyár, legyen boldogság, hadd szóljanak az Edda dalok. Ahol Edda dal fog szólni, ott mi ott leszünk, megígérem, jó? És még egyszer köszönjük nektek a meghívást, meg a lehetőséget, nektek, a városnak, mindenkinek. Mi is és hoztam neked. Ja, igen. Könyvöskét, ha elfogadod. Köszönöm. És itt van Árzsi Krisztián, vagy A.J. Krisztián, ahogy ejtik, egy fél évvel ezelőtt megjelent könyve, a Szeretet Mozaik. Csak azért hoztam ezt a jelkép értékkel, mert ma talán szerintem erre van az egyik legnagyobb szükség. Parancsolj szeretettel. És két 44-es buliról, és az a bizonyos, ominyozós 22 dalos 33-as album. Szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Szíves meghallgatásra. Köszönöm szépen. És a vendégeinknek is nagyon köszönöm, hogy hallgattak ránk és eljöttek. Abszolút, abszolút, nagyon megtisztelő volt. És akkor el is köszönünk, de még így egy bónusz trackre visszatérünk, vagyis hogy azzal búcsúzunk. Mi más lehetne, mint a kör. Köszönjük szépen a figyelmet. Közepén állok, körbevesznek jó barátok, körbevesznek jó barátok és osztak. A kör közepén állok, így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltok rosszat. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat. Bohóc vagyok, de bátor, pofonoktól ég az arcom, pofonoktól piros az arcom kaptam. Ne adom fel, tudjátok, láthatatlan lapos sumákok, Istenem, de sokan vagytok rosszak. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat.
Bentó Kft. Törődünk a környezetünkkel. A kultúra és a tehetségek elkötelezett támogatója. Joma, öltöztest fel csapatod.